Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két gólos hátrányból egyenlítve szerzett pontot a kisvárdai futballcsapat. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli felnőtt együttese. A bennmaradást célozzák meg a tiszavasvári férfi kézisek. A Balkán nyerte az újoncok csatáját a megyei első osztályban. Kicserélődött a keret a Máté Szalkai női kézilabdázóknál. Megszerezte első bajnoki győzelmét a nyírbátori futballcsapat. Két gólos hátrányból egyenlítve szerzett pontot a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 negyedik fordulójában Révész Attila együttese hazai pályán a Puskás Akadémiával játszott 2-2-es döntetlent. Két ellentétes félidő alapján összességében hát nyernünk kellett volna, ez az érzés, és csalódott is voltam a mérkőzés lefújása után. De valóban nem értünk még ki az öltözőből, már 2-0-at mutatott, 0-2-t mutatott az eredményjelző. A játékosokon végig éreztem, főleg az első fél időben, azokon, akik az utóbbi időben folyamatosan sorozatban játszottak, hogy nem tudta felfrissülni szellemileg, és hát sajnos a védelmünk az nehezen változtatható, mert aki jött oda, az nem egészséges, ugye a Fodor Feri, a kardos még nem épült fel, és hát a Zizing Martin a szintén végig játszott, most ott játszott a Talabér, úgyhogy egy olyan buta fölívelésből, egy ilyen magas védelemnek simán vissza kellett volna ütni a labdát, kaptunk gólt, ami a lassú reakciónknak tudható, a Papucsek nem jól lépett ki, elcsúszott, majd egy átlövésből megszerezték a vezetést, majd a következő szintén egy hosszú fölívelés, egy beadás, Barna leragadt, és rossz volt nézni, ekkor hatalmas döbbenet lett úrá rajtunk, illetve gondolom mindenki, aki a Kisvárdáért szurkolt, majd szép lassan átvettük az irányítást, ha bár azért most talajon nem nagyon tudtunk futballozni, mert nagyon tompák voltunk, a kombinatív játék nem érvényesült, és az ívelésekre hagyatkoztunk, mert láttuk, hogy egyszerűbb, ha átrúgjuk, és azért ott nagy százalékban nyertük meg a párharcainkat, és szerencsére sikerült még az első fél időben szépítenünk, és abban biztosak voltunk, hogy a második fél idei kondíciónk, illetve a hazai pálya adta hit, talán az elég lesz ahhoz, hogy megfordítsuk a meccset. Ott is volt a második fél idő elején ugye egy hatalmas zicser a Lukásznak, majd még a végén, amikor már a Grumics kiegyenlített, több olyan ordító helyzetünk volt, amit friss fejjel biztos vagyok benne, hogy berugunk. Azért a Cseri végig játszott, az Izinget vittük be, az Izingnek is szintén az elmúlt meccsek alapján meg volt a fáradtsága, és nem tudtak jó döntést hozni, és sajnos a Rajci Peti is több olyan buta szabálytalanságot követett el ott az ellenfél 5-ösén 16-osán belül, amely elvette tőlünk a lehetőségét a gólszerzésnek. Ő is túlzottan bizonyítani akartanán, és ezért nem sikerült nyerni. Hozzáteszem, a második fél időben az ellenfélnek nem volt egyáltalán egy lehetősége se. Nekünk állt ez a fél idő, hát mivel két fél időből áll egy mérkőzés, azért az első fél idő az övék volt, mondhatjuk bátran, a második egyértelműen a miénk. És én úgy gondolom, hogy ennek ellenére egy nagyon jó üzenete volt ennek a mérkőzésnek, mert egy parázs, szép jeleneteket felvonultató, küzdelmes mérkőzésnek lehettünk a tanúi, amelyet annyira nem élveztem a végén, de én bízom benne, hogy erre a későbbiek során azért lehet majd még fölrakni egy picit, és hát azt megbizonyítottuk, hogy aki ide jön hozzánk is Kisvárdára, annak nagyon nehéz dolga van. Most egy hét szünet lesz a következő fordulóig, viszont dupla forduló következik, ráadásul idegenben játszik kétszer a Kisvárda, és ami újdonság lesz a csapat életében, minden igaz, akkor az egy ott alvós négynapos történet lesz Kozár Miselyben és Sopronban. Szombati nap elutazunk, és majd csütörtökön jövünk haza. Közben megszállunk Pécsen, majd elmegyünk Bükre és Sopronba, tehát egy nagyon hosszú és fárasztó hét lesz. Most mindenkire szükségünk lesz. Most is azért kaptak lehetőséget az Olá Gergő, a Szabó Peti, hogy készítsük őket a következő mérkőzésekre, de látszott, hogy azért nekik még van hova fejlődniük. Bizony a következő héten már Kozár Miselyben, és ugye a Kozár Miselyben legutóbb nyert, ha bár hozzáteszem, hogy azért ez egy fáradtabb Puskás volt akkor az ellenfél. Nekünk ott mindenképpen meg kell nyerni, mert a Sopron nem gérkezik könnyűnek, annál is inkább, mivel unfair módon a Puskás előre hozta a vasárnapi meccsét péntekre, a Sopronnal meccsenek, és lesz mind a két csapatnak 5 napja fölkészülni, tehát nem a fair play-t tekintették a szemük előtt, vagy tartották a szemük előtt. Nekünk pedig ugye az utazás miatt egy napos lehetőségünk lesz edzeni. Nem is tudom, hogy ki az, akit be fogunk tudni tenni, de Sopronban most nyilván egy más taktikát kell lesz változtanunk, és majd utána jövünk haza, egy rangadót játszunk a Békés Csabát, tehát a jövő hét az nagyon, nagyon remélem, nagyon nehéz nekik, nagyon remélem, hogy fölépülnek a játékosaink, mert ha nem, akkor mindegy, helyesen utazunk. Hát most azoknak, akik a keretben vannak, meg kell magukat mutatni, különben ha nem, akkor ebben a hónap végén tőlük meg is fogunk válni.
két gólos vezetésükről lett döntetlen a mérkőzés, sőt a Kisvárdának utána még helyzetei is voltak. Mi az erősebb, az elégedettség, vagy a hiányérzet a meccs után? Hiányérzet van inkább, bent is említettem. De az abból fakad, hogy olyan hibákat tudnak csinálni a fiúk, főleg ezek a fiatalabb generáció, ami ezen a szinten azért bosszút. Tehát megbosszulja magát nyilvánvalóan. Rengeteget gyakoroljuk velük, rengeteget dolgozunk velük. Hát előbb-utóbb bízom benne, hogy ezek a hibák nem fognak előjönni. Inkább csapat egységében nézem a csapatomat, és azt formálni, olyan egy ütőképes gárdát kell alkotni ebből, mert megvannak a játékosok hozzá, valószínűleg lesz még azért erősítés, akik a végén, az elszámolásnál nekünk ott kell lenni. MB2-es szinten lehet azt mondani, hogy egy kifejezetten jó mérkőzés volt, így látta? Hát persze, hogy jó mérkőzés volt, hát azért mind a két csapat győzeszerzett volna, a Kisvárda ott van mindig veszélyes, több meccsüket láttam tavaly is, játszó csapatról van szó, rutinos játékosok is vannak benne, megvan az az összhang a csapatjátékukba, amivel veszélyesek lehetnek és beleszólhatnak az éremtáblázatba. Mi kifejezetten ezt szeretnénk, hogy játszunk, nem belemenni, ugye most amit a végén mondod az Attila, hogy adok-kapok, odarúgom, visszarúgom, ide megy oda a labda, nem szeretnénk, mi játszani szeretnénk, de ezt egy kicsit gyorsabb tempóban szeretnénk játszani, és pontosabban szeretnénk játszani. A Békés Csabai edzőtáborozás követően elkezdte a felkészülés a nyíregyházi kosárfali felnőtt csapata. A legutóbbi szezonban második helyen végző együtteshez nem érkezett új játékos a nyári szünetben. Egy aránylag bő létszám, 45 fővel tudtunk lemenni Békés Csabára. Most ez a kadett, serdülő és a tini, meg ugye egy pár gyerekkorosztályban lévő gyereket tudtunk magunkkal vinni. Ugye itt ezek a nyári edzőtáborozások azért nagyon nehezek, mert nagyon sok szülő még ilyenkor tudja esetleg a szabadságát kivenni, vagy ilyenkorra kapott esetleg nyaralási lehetőséget, de én úgy gondolom, hogy azért azoknak a gyerekeknek a 80% a táborban volt, akikre a következő bajnoki évben számítani fogunk. Azért maradtunk Békésabán, nem sajnos, hanem örömmel Csengelbe felújítják a sportcsarnokot, új parkett a kerület, tehát azt jelenti, hogy jövőre sokkal jobb körülmények közé fogunk tudni majd menni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikerült edzőtábor volt, ezek a gyerekek, akik ott voltak, nagyon keményen odafigyelve dolgoztak, hogy elsősorban a fizikális jellegre tettük rá a hangsúlyt, ugye ezt a Gábor oldotta meg, nekem maradtak a labdás technikai jellegű dolgok. Végül is 9 edzésen vettek részt a lányok, volt közte egy strandolás is, ami úgy gondolom, hogy kellőképpen lelazította őket, és szerintem egy nagyon jól sikerült, nagyon jó edzőtábor volt. Bízunk benne, hogy az a következő hetekre megalapoztuk a munkát. A héten a felnőtt csapat is elkezdte a teljes kemény felkészülés. Milyen hetek várnak a lányokra a bajnoki rajtig? Az igazság, hogy a felnőtt csapatnál ott ugye azért már vannak gondok és problémák, mert itt már vannak, akik dolgoznak amatőr csapatról lévén. De nem tudjuk megoldani azt, hogy ők minden egyes edzésen részt vegyenek, ezért nem vettek részt a békésabai táborba is. Ők ugyanúgy ezen a délután, tehát napi két edzésre mennek, annyi, hogy a délután edzésre csatlakozik be a nagyobbik rész, de a délelőtt inkább az utánpótlásra lehetnek azok, akiknek éppen esetleg olyan az iskolai elfoglaltsága, a munkahelyi elfoglaltsága, stb. Tehát ők biztos, hogy itt még a szeptember elején is a fizikális jellegű felkészítést fogják kapni. Annyi, hogy ebbe egy ilyen laza két edzőmérkőzés bele fog kerülni augusztus végén, amikor is a Szolnok ugye itt edzőtáborozik az utánpótlás és a felnőtt csapatával, ők kértek két edzőmérkőzést, amit megpróbálunk megoldani. Annyi, hogy az utánpótlás ugye a keményebb munka vár itt már az augusztus végén, főleg a kadeteknek, ahol egy hadcsapatos nemzetközi tornát fogunk szervezni, tehát itt az élmezőny is benn van, tehát itt a Beactól kezdve itt a kinti nagyváradi kassai csapat is itt van, meg a szomszédos két város is, meghívtuk a Debrecen és a Szolnok csapatát. A serdülőknél ott szintén egy ilyen négy csapatos torna lesz, a kicsik az pedig egy ilyen aránylag vegyes felvágót tesznek, mert a tini és a gyerekkorosztály együtt fog versenyezni, vagy nagyon sok helyen, mint ahogy nálunk is, nagyon nehezen tudják elkezdeni a felkészülést, és ugye ezeknek a csapatoknak inkább a szeptemberben lesznek azok a tornák és mérkőzések, amikor a következő bajnok évre fel fognak tudni majd készülni. Várható-e új játékos érkezése a felnőtt csapathoz?
Egyelőre nem valószínű, tehát ide a főiskolára, egyetemre senki nem jelezte, hogy fölvették volna. Az utánpótláskorú játékosokkal fogjuk föltölteni, azok a játékosok, akik kadett korosztályban már most pályára lépnek, azok lesznek azok, akik ugye az előző évben is már elkezdték ennek a légkörnek a megszokását, hogy most ebbe az évben akár már nagyobb szerepet is kapjanak. Hál' Istennek most is két játékosunk az éppen az U15-tel van bent Sopronban a válogatott edzőtáborban. Bízom benne, hogy ezekre a játékosokra a közeljövőben lehet számítani, és a kemény mag ugye az megmaradt az NB1-be, és azokat ki tudjuk egészíteni ezekkel a fiatal tehetséges gyerekekkel. Mikor és ki ellenkezitek a bajnokságot a felnőtteknél? Szeptember 24-e hétvégén kezdjük a bajnokságot, és a közszolgálati egyetemmel kezdünk, és hazai mérkőzés lesz az első. Tehát azt hiszem, hogy talán végignézem most a sorsolásunkat, valamivel jobb talán a sorsolásunk. Nem minden tét meccsünk a következő fél évre marad idegenben, hanem így helyek közel elosztva, tehát idegenbeli hazai mérkőzések, és nincsenek azok a nagyon hosszú, kimaradó két-három hetes csúszások, egyetlen, tehát egy-két hétvége van, amikor szabadnaposok vagyunk, vagy éppen a szövetség arra hétvégére nem tett be mérkőzést. A felkészülés első időszakában nem biztos, hogy az erőnléti edző a legkedveltebb személy egy kosárlabda csapatnál. Te milyen menüt készítettél a lányoknak itt a első időszakra? Igen, nem biztos, hogy én vagyok a legkedveltebb, valószínűleg évközben se én leszek a legkedveltebb, de sajnos az alapozó szakaszt muszáj meghúznunk, főleg így kevesebb időnk maradt a felkészülésre. Augusztus első hetében nem is igazán tudtunk elkezdeni, még rengetegen tanulmányi dolgok miatt, ugye felvételik, stb. Miatt még nem igazán tudtuk elkezdeni a felkészülést, és így, hogy a szeptember közepén igazából már kezdődik az amatőr NB1-es bajnokságunk, így egy 3-4 hetes ciklus tudtunk csak összerakni a játékosoknak, úgyhogy most leginkább azon vagyunk, hogy azok a játékosok, akik az elmúlt egy hétben nem tudtak velünk edzőtáborba eljönni, őket próbáljuk meg felzárkóztatni a többiekhez. Milyen gyakorlatokkal készül az edzésnek, milyen százalékát veszi el ilyenkor az erőnléti felkészülés? Szerencsére sikerül úgy megoldanunk ezt a dolgot, hogy napi két edzéssel tudunk dolgozni, így a napi egyik része gyakorlatilag csak az erőnléti részével foglalkozunk, heti 3 teljes futóblokkja van a játékosoknak, a maradék két edzésben pedig az itt kimaradt dolgokkal, propriocepciós részekkel, valamint a kondicionális részével próbálunk meg foglalkozni a játékosoknak. Nyáron Székesfehérváron az utánpótlás korosztályos válogatottakkal dolgoztál. Milyen volt ez az időszak? Hát ez egy elég kemény, mozgalmas időszak, főleg így, hogy ugye az idei évt mind a 6 válogatott bent készül Székesfehérváron. Így elég nagy átfedéssel sikerült dolgozni, de ez egy nagyon, nagyon jó és rendkívül jó szakmai tapasztalattal szolgál ebbe így 8 hétben. Voltak kellemes szakaszok, amikor mind a 6 válogatott egyszerre tartózkodott bent, tehát a napi 12 edzést elosztani és mindenhol menni a játékosokkal kicsit bonyolult volt, de szerencsére ez is meg tudtuk oldani. Kétféle sportoló van, aki a nyári szünet után nagyon várja már a felkészülés kezdetét, és van, aki nagyon nem várja, te melyik táborhoz tartozol? Nyilván az elsőből, aki várja, hát ugye nyilván most nem volt semmilyen Európa-bajnokság, illetve komolyabb torna, úgyhogy most ez nagyobb pihenő volt számomra, de dolgoztam egyébként a nyáron, de nyilván vártam, hogy újra itt legyek a teremben. Mennyi idő kell ahhoz, mire felveszitek a üzemi fordulatszámot? Ez változó, igyekszünk minél hamarabb visszatérni a régi kerékvágásba, hát egy olyan 2-3 hét az kell, mire visszatérünk. Tavaly nagyon sikeres szezonod volt neked is, a csapatnak is, most milyen évre számítasz? Ez kérdéses, mivel nagyon fiatal a csapatunk, ugye kadettkorú játékosok töltik ki szinte az NB1-es felnőtt csapatot, hát nagyon remélem, hogy a 8-ba ugye minimum bekerülünk, és hát onnan meg lesz, ami lesz. Veled kapcsolatban mindig felmerül, hogy meddig kosarazol Nyíregyházán, elképzelhető, hogy ez az utolsó szezonod? Igen, elképzelhető. Nyilván ez a majd a tanulmányaim is nagyba befolyásolja, hogy hogyan alakul. Még én sem nagyon tudom, de igen, meglehetősen ez lehet, hogy ez az utolsó évem, igen. A bennmaradás megcélozva készül a férfi kézilabda NB1-B rajtjára a tiszavasvári csapat. Türk Ferenc együttese 11 edzőmérkőzés játszik a bajnoki rajtig. Először hezitáltunk, mert ugye nem úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy mi bajnokságot fogunk nyerni, hanem úgy, hogy biztosan maradjunk bent és játszunk jól, érezzük magunkat jól a pályán. Aztán ez ennyire volt elég, hogy gyakorlatilag megnyertük, az utolsó fordulókba dőlt el egyébként, hogy megnyertük a bajnokságot.
ekkor indult egy nagy, vagy ekkor lett egy nagy kérdőjel előttünk, hogy a szponzorok és a városvezetés és a mi vezetésünk összesen bemerje vállalni. Mert mi a játékosok és a szakmai vezetők azt mondták, hogy mindenképpen kell, hogy fejlődjenek ezek a fiatal játékosok. Ezek szerint megteremtettétek az induláshoz szükséges hátteret, a játékos keretben milyen változások történtek az elmúlt hetekben? A csapat gerince az megtartottuk. Azok a helyi fiatal tehetséges játékosok mindenképpen, ugye azért indultunk el, vagy azért gondoltuk, hogy el kell indulnunk, hogy ezek a játékosok fejlődjenek, világot lássanak, őket is lássák. Volt egy pár hiányposztunk itt, elsősorban a vonalon lévő játékosok, tehát a beállóról, akik ugye kettős igazolással volt csak játékosunk. Széleken néha kényszermegoldást kellett választanunk, tehát távoli zónából veszélyes játékos is kellett, mert ugye MB2-ben elég volt, amit csináltunk, de itt valószínűleg nem lesz elég. Úgyhogy még alakulóban vagyunk most is. Sikerült a kettős igazolással lévő játékosaink közül a Dobos Balást megtartani. A Hajdúböszörményből egy fiatal, tehetséges átlövő, aki védekezésbe is számít, a Fein Zolit sikerült leigazolnunk, valamint Balmazújvárossal kötöttünk egy olyan szerződést, amiben igazándiból, akik ott tehetségesek, de nem férnek fel az első osztályú játékosok közé, de ott dolgoznak, ott edzenek, ide kettős játékengedéllyel sikerült őket igazolnunk. Újon csapatként gondolom a bemaradása az első számú cél. Igen, a biztos bennmaradás, ami elég nehéz lesz, mert ugye a 10-11. Helyig kiesnek a csapatok. Ez azt jelenti, hogy 5 csapat. Azt gondolom, hogy ha az elképzelés megvalósul, amit mi szeretnénk, akkor nagy küzdelem árán, de bent tudjuk tartani ezt a csapatot, de nyilván hát ez majd a jövő zenéje, egy csomó minden jöhet ebbe. Közben az anyagi hátterünk az nagyon csekély, de számtan úgy kijött, osztottunk, szoroztunk, kijött. Ez, hogy a folyamatában mi lesz elég, ezt majd meglátjuk. Tiszavasságban komoly hagyománya van a kézilabdának, ugye valamikor NB1-ben is szerepelt a csapat, a szurkolók mennyire várják most a NB1-b szezont? Az egyik lényeges pont az volt, hogy amit aztán elfelejtettem az előbb említeni, hogy a szurkolók és az egész város minden nap megállította a szakvezetés, és megkérdezte, hogy akkor mi lesz, mert ők szeretnék. Ők nagyon szerették volna, és remélem, hogy meg is tudunk majd felelni azoknak az elvárásoknak, amit ők támasztanak felénk. Hogy néz ki a programotok még a hátralévő időben a bajnoki rajtig? 11 felkészülési mérkőzést fogunk játszani, edzőmérkőzést, ebben lesz torna is majd augusztus végén, ahol első osztályú csapatokkal is játszunk, de fogunk játszani osztálytársakkal is, tehát NB1-B csapatokkal is, mint ahogy most a Nyíregyházával, plusz fogunk játszani NB2-es csapatokkal is, olyan csapatokkal, akik készülnek a következő bajnokság megnyerésére, úgyhogy minden hétre tervezünk egy vagy két ilyen felkészítő mérkőzést. A Balkán nyerte az újoncok csatáját a labdarúgó megyei első osztály nyitófordulójában. Mirgai László együttese 4-1-re győzött Vásárosnaményban. Rosszul kezdődött a mérkőzés. Eleve 5. percben a mentő elszállította Iván Zsoltot, ő meghatározó ott a szélén nekünk, és utána pedig kaptunk egy gólt. Aztán hál' Istennek sikerült kiegyenlíteni, és a második fél időben ők kaptak egy 11-est, kihagyták. Mi is kaptunk egy 11-es, berúgtuk, és aztán utána kék támadott a hazai csapat, és onnantól kezdve már rengeteg helyzetünk volt, és jöttek a gólok is. Nagyon sok új szám szerint 10 játékos érkezett. Nyári szünetben Balkányban, ráadásul fiatal játékosok, ők hogy állták meg a helyüket? Nagyon jól, mindenki kapott lehetőséget, és örülök neki, hogy a fiatalok nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe. Közülük volt, aki kezdő is volt, de az 5. percben ugye cserélnem kellett, és a 19 éves Simon Szabolcs állt be, aki szenzációsan megoldotta a szélén a dolgokat, és a harmadik gólba közre is játszott főszerepe volt, úgyhogy örülök neki, hogy biztató volt a fiatalok szereplése.
a gólokat azonban a rutin hozta. Az elmúlt szezon végén azt mondtad, hogy örülnél annak, hogy Igor Bogdan is fel annyi gólt rúgna a megyeiben, mint a megye kettőben. Hát most az első fordulóban 4 góllal jelentkezett be. Hát erre én sem számítottam, megmondom őszintén. 2-11-esből volt, de hát azt is be kell rúgni. Ugye az ellenfél kihagyta, mi berúgtuk, de rugott 2 nagyon szép gólt kapussal szembe, okosan megoldotta, és még volt helyzet az első fél időben is. Hát remélem, hogy így folytatja majd Igor, de azért természetesen nem minden meccsen lesz ennyi helyzetünk. A következő fordulóban következik hazai bemutatkozás, mégpedig a Fehér Gyarmat ellen, és ez a 3 pont akkor ér igazán sokat, ha újabb 3-at szereztek mellé, milyen esély van rá? Igen, Fehér Gyarmat ellen játszottunk a felkészülési tornán Gyarmaton. Kikaptunk 1-0-ra, de egy nagyon jó mérkőzés volt. Én azt gondolom, hogy hazai pályán szintén egy ilyen kiki meccs lesz, de most remélem, hogy most mi fogunk nyerni. Teljesen új kerettel készül a női kézilabda NB2 rajtjára a Máté Szalkai csapat. A legutóbb 4. helyen végzett együttestől 10-en távoztak, 2-en pedig befejezték pályafutásukat. Az MMTK a Debrecen 3. csapat ellen kezdi majd a bajnokságot. Kibővült bajnokság lesz az idei, hiszen 12 csapat nevezését fogadták el, és ami újdonság és érdekesség az, hogy Heves megyét is most hozzánk sorolták, így a Füzes, a Bony és a Heves csapata is ebben a bajnokságban fog szerepelni. Emellett a korábban meglévő csapatok a Hajdúböszörmény, a DVST-nek a 2. csapata, aztán a Miskolc, az Ózd, ezek a már megszokott csapatok itt az NB2-ben újra versenybe szállnak ellenünk, és a megyei csapatok közül, mert azt kell mondjam, hogy 2 csapat is rajtunk kívül még itt szerepel ebben a bajnokságban, a Kölcsei DSE, ugye, akiről tudjuk, hogy évek óta, vagy évtizedek óta lassan már ugye egy prominens szereplője ennek a bajnokságnak, a Vitka SE csapata is ide került, ami igazából a Kisvárdának valószínűleg a fiúk csapata lett. Ami egy kicsit nehézséget jelent számunkra, hogy a sikeres tavalyi bajnoki szezon után, hiszen újoncki 4. helyen végzett mind a felnőtt, mind a junior csapatunk a bajnokságban, egész sok azoknak a száma, akik távoztak a csapattól. Ebben talán még egy kicsit egyik szemünk sír, másik nevet, hiszen olyan játékosok, fiatal játékosok, akire ugye mi is számítottunk volna, de az benne volt a kalapban, hogyha tehetségesek, akkor ugye tovább lépnek. Ezek közül most konkrétan 8 játékosunk fog eligazolni, 6 a Debrecen színeit fogja erősíteni, természetesen ugye NB1-es klubokról van szó, és 2 játékosunk pedig Kisvárdára igazolt, ugyancsak NB1-es utánpótlás csapatban. Ezen kívül még Kisvárdáról a tavalyi bajnokságban 2 játékos szerepelt kölcsönbe, természetesen ők visszakerültek az egyesülethez, így hogy egy osztálya feljebb szerepelnek, illetve 2 játékos befejezte az aktív pályafutását. Tehát szummázva a dolgot, teljesen új csapatot kell építsünk, a meglévő itteni középiskolásokra építve egyrészt, másrészt pedig még neveket nem tudok mondani, illetve nem akarok mondani, mert több olyan játékossal is tárgyalásban vagyunk, akiket szeretnénk ide csábítani Máté Szalkára, és itt a kör beszűkül, hiszen utánpótlás téren a megye eléggé ki van szolgáltatva itt 3 utánpótlás, vagy maximum 4 utánpótlás nevelő bázisnak, és sajnos a megye határon kívülről kell keresnünk játékosokat. A külföldiek a 3. vonalban nem jöhetnek szóba, éppen ezért Hajdú megyéből természetesen a DVSC-vel nagyon jó sport kapcsolatot alakítottunk ki, és szeretnénk, hogy azok a játékosok, akik a DVSC-ben nem kerülnek az első csapat környékére, de még azért szeretnének játszani versenyszerűen, azokat szívesen látjuk, úgyhogy nem árulok el vele titkot, Debrecen és Debrecen környéken játszó játékosokkal vagyunk tárgyalásban. Én remélem, hogy ezek közül sikerül jó néhány játékost ide csalogatni Máté Szalkára, és akkor természetesen egy új csapatszerkezettel, de a már meglévő edzőkkel, a Vakars Krisztina és Drabik Péter irányította felnőtt és junior csapat felkészülése sikeres lesz augusztus folyamán, és szeptember 17-18-án rajtot reméljük, hogy hazai környezetben a Debrecent fogadva sikeresen fogjuk venni. Megszerezte első győzelmét a nyírbátori futballcsapat. Máton István együttese az NV3 második fordulójában az Újpest 2. csapatát verte 5-0-ra.
Ennyire azért nem volt egyszerű a mérkőzés. Az első fél időben nagyon nehezen sikerült feltörnünk az Újpest védelmét. Az ilyen utánpótlás csapatoknál azért az mindig benne van a faktív, hogy egy szervezett csapattal találkozunk, ahol gyors játékosok vannak, és akik azért tanulják a focit. Arra is figyelnünk kellett, nehogy túlságosan kinyíljunk, de szerencsére az első fél idő végén megszereztük a vezetést, és utána már átszakadt a gát. Egy 5-0 győzelem azért mindig önbizalmat ad, ráadásul az 5 gólt 5 különböző játékos szerezte, ez mennyire biztató a jövőre nézve? Nagyon örülök neki, hogy az újak közül 3 embernek is sikerült betalálni. Ők már kezdtek görcsössé válni, emiatt a túlzott bizonyítás miatt is. Az, hogy 5 különböző ember tudta rúgni a gólt, az nagyon jó, mert látszik, hogy több ember is fel tudja ezt vállalni. Köztük volt olyan is, aki csereként állt be. Ez is biztató a jövőre nézve, hogy a keretünk is erősödött a tavalyhoz képest. A cserék is hozzá tudnak tenni a játékhoz. 2 meccs alapján még túlzott következtetéseket nem lehet levonni, de azért azon az úton jártok, amit elképzeltél. Igen, hát még igazából most fognak majd még kirajzolódni az erőviszonyok. Nagyjából tudjuk, kik azok a csapatok, akik az elejéhez szeretnének tartozni, de azt már 2 meccs után elmondhatom, hogy senki ellen nem lehet ebbe a bajnokságba biztosra menni. Kiegyenlített a mezőny, bárki megverhet bárkit, mi is ezek közé tartozunk szerintem. Úgyhogy nagyon kis dolgokon fog eldőlni ez a bajnokság, egy-egy meccs is nagyon kis dolgokon fog múlni, próbáljuk majd ezt a saját javunkra fordítani. A hétvégén Salgótarjánba utaztok, egy hosszú túra ráadásul, ott senkinek sem könnyű pontot szerezni vagy nyerni, ti milyen reményekkel mentek? Igen, hát a Salgótarján az egyik olyan csapat, akinél kimondottan cél a bajnokság megnyerése. Az ő lehetőségeik látszanak, hogy kicsit jobbak, mint a többi csapaté. Ők azt is megengedik maguknak, hogy külföldi játékosokat igazoljanak, egy rutinos NB1-et megjárt edzőjük van. Biztos, hogy nem lesz könnyű, de hát mi sem feltartott kézzel utazunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.